Önök a Zemplén Televízió híradóját látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Kiemelt híreinkkel kezdünk. Széphalom, Károlyfalva, Rudabányácska. 400 milliós csapadékvízelvezetési program kezdődhet az újhelyi önkormányzat nyerkes programjának eredményeként. Jól vizsgázott a mentőszolgálattal közösen működtetett orvosi ügyelet Sárospatakon. Felújítás előtti utolsó istentisztelet a pataki református templomban. 10 fiatal vett részt a konfirmáláson. A terület és település fejlesztési operatív programok között az első pályázat, amelynek előkészítését már évekkel korábban elkészítette Sátoraljaújhely, a település részek víz és csapadékvíz elvezetési terve volt. Most a pályázat eredményeinek értesítése után már biztos megvalósul a 400 milliós beruházás Széphalom, Károlyfalva és Rudabányácska területein. Megjelentek a terület és település fejlesztési pályázatok eredményei. Sátoraljaújhelyen az első nyertes pályázatok között van a víz és csapadékvízelvezetési pályázat. 400 millió forintot nyert rá a város. Komoly problémát jelent egy nagyobb eső, egy hóolvadás esetén a településre, vagy a település egy részére zuduló csapadékvíz. Nos, ezek a pályázatok, ha nem is teljes egészében, de nagyon nagy részben megoldást adnak erre, és én azt hiszem, hogy ezek olyan elvárt infrastruktúrális beruházások, amelyekre nagyon várt minden ott élő. Úgyhogy örömmel tájékoztatom az érintetteket, hogy igen, a hivatalos értesítés a pályázat elnyeréséről megvan. Mindhárom településen, Széphalomban, Károlyfalván és Bányácskán több éve előkészített tervek voltak már, szinte a pályázati kiírásra várva, ezért a képviselők már nagyon várták ezt a döntést, hiszen több problémát egyszerre tudnak orvosolni vele. Több helyen is előfordult, hogy az esővíz elöntötte az egyes település részeket. Így úgy néz ki, hogy ez a probléma most meg fog oldódni, hiszen mind a három település rész megnyerte a pályázatot, úgyhogy az esővíz elvezetés, csapadékvíz elvezetés sorra fog kerülni Bányácskán is. Károlyfalván több utcát is érint majd a beruházás, köztük számos patakmeder melletti utcákat. Károlyfalva városrészen is a külső csapadékvízelvezetés problémát okoz. Évek óta lakossági kérés, hogyha nagyobb mennyiségű csapadék lezúdul, akkor itt komoly károkat és problémákat okoz, és ezért én bízom benne, hogy a kivitelezésének nagyon fognak örülni az itt élők. Széphalomban többek között a Kazinci, Hosszúláz, Tűzoltótér, Kisvasút és Jakubinus utcákat is érinti majd az építkezés. Köszönjük szépen mindenkinek a munkáját, aki ebben részt vett, mert egy régi hiánypótló és nagyon fontos dolog Széphalomban, hogy a csapadékvíz elvezetés végre rendeződjön, hiszen az árkokat tisztítják, megpróbálják, de mégiscsak az a komplex elvezetés, ami így kialakul, teljesen, vagy bízunk benne, hogy egészében megoldja a falu vízelvezetési problémáit. A területi és településfejlesztési operatív programok pályázatairól a napokban várják a további értesítéseket. Hová, milyen forrás jut majd Sátoraljaújhelyen? Beváltotta a hozzáfűzött reményeket a pataki orvosi ügyelet átalakítása. Derült ki a Sárospatak és térsége önkormányzati társulási tanácsa keddülésén. Elhangzott, jelentősen mérséklődött az indokolatlan ellátást igénylők telefonhívása. Ezzel párhuzamosan hatékonyan működik a ténylegesen gyors orvosi segítségre szorulók ellátása. Az ülésen a nemrég alakult foglalkoztatási programról is tájékoztatót hallgattak meg a település vezetők. Míg 2015-ben az orvosi ügyeletre érkezett bejelentések közül csupán 10% igényelt valóban ügyeleti rendszerben történő ellátást, addig 2016-ban már pozitív irányú elmozdulást tapasztalható, ugyanis szinte megszűntek az indokolatlan hívások. Hangzott el a Sárospatak és térsége önkormányzati társulási tanácsa ülésén. Itt számolt be a központi háziorvosi ügyelet működéséről a rendelőintézet vezetője. Mint ismert, 2016. augusztus 1-től már a mentőszolgálat közreműködésével biztosítják a 16 társult település lakosságának orvosi ügyeleti ellátását.
A mentőállomás beindítása után úgy döntöttünk, hogy csatlakozunk egységesen, tehát társulási szinten az országos mentőszolgálatnak az ügyeleti rendszeréhez, tehát ma már minden ügyeletre befutó hívás az Miskolcon a központban csörög, és ott szakképzett mentőtisztek, ápolók, tehát szakemberek döntik el, hogy esetkocsit kell küldeni, mentőautót kell küldeni, orvost kell küldeni, vagy éppen jó tanáccsal azt az aktuális problémát át lehet még hozni a következő napra, amikor mindenki megkeresheti a házi orvosát. A társulás ülésen szó volt a paktumos pályázatról, ami lényegében a helyi foglalkoztatási együttműködést jelenti. A Sárospataki Központtal és a megyei kormányhivatallal történő együttműködésben 3 év alatt mintegy 500 000 forintból erősíthetik összesen 52 településen a foglalkoztatás bővítését. Folyamatban van azoknak az igényeknek a felmérése, most itt polgármesteri szinten, tehát önkormányzati szinten, tegnap pedig vállalkozói szinten is, amely vélemények kikérése alapján majd össze tudjuk állítani azt a programot, amely program szerint, reményeink szerint ténylegesen ez a képzési forma, ez azt fogja szolgálni, hogy az itt maradt Sárospatak és Sárospatak környéki lakosok, és mehetek messzebb is, hiszen 54 település tartozik ebben a pályázatban Sárospataki Konzorciumi Központhoz, tehát azok a személyek, akik itt szeretnék megtalálni a megélhetésüket, megfelelő képzés vagy megfelelő átképzés után ezt megtehessék, el tudjanak helyezkedni akár önkormányzati szférába, de még inkább a vállalkozói szférába. A társulás ülésen szó volt még a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról is, hiszen ezt a tevékenységet is közösen végeztetik el az önkormányzatok. Ünnepi istentisztelet keretében 10 gyermek tett tanúbizonyságot református hite mellett. A hétvégén az úgynevezett konfirmálás keretében tettek fogadalmat a fiatalok amellett, hogy a református hitélet mellett annak hagyományait is őrizni fogják. Az ünnepségen elhangzott, a családoknak és az egyházközség tagjainak egyaránt kiemelt szerepük van abban, hogy a gyermekek aktívan tudják megélni hitüket. A protestáns egyházak értelmezésében a konfirmálás az úrvacsorát megelőző felkészítő tanítás, amelynek célja a hitbeli megerősítés. Az egyházi oktatásban felnövő gyermekek és az ifjúság vallásos nevelésének célja a konfirmáció ünnepi eseménye, amelynek során a konfirmandus személyes vallástételt teszt, döntést hoz Krisztus és az ő egyháza mellett. A fiatalok ezzel válnak az egyházközség teljes jogú tagjává. A Sárospataki Református templomban ebben az évben utoljára tartottak ünnepi istentiszteletet. A felújítás miatt ugyanis egy ideig nélkülözniük kell majd a híveknek ezeket a falakat. Éppen ezért a konfirmálás volt az, amelyet még itt tartottak meg a hívők. Fodor Ferenc lelkipásztor igehirdetésében kiemelte, fontos, hogy a fiataloknak irányt mutassanak. Honnan jöttünk tehát, és mivé leszünk? Isten jelévé leszünk a megmaradásunkkal, a kicsiny kezdeteinkkel, ezekkel a gyermekekkel, akik ebben az esztendőben konfirmációs oktatásra jártak, és tegnap konfirmációi vizsgát tettek. Ez a kezdet szerény lehet, de a kiteljesedésnek az első lépése is lehet. Az ünnepi istentisztelet keretében a fiatalok családtagjaik jelenlétében tettek fogadalmat református hitük mellett. Kijelentitek-e Isten és a jelenlévő gyülekezet színe előtt, hogy a keresztségben vállalt kötelezettséget hitetek megvallása által önként magatokra veszitek? Ezt követően a konfirmáló gyermekek szüleinek nevében Bódisz Attila szólt a jelenlévőkhöz. Most mi következünk, kedves gyülekezeti tagok, hiszen ha már a példaképeknél tartunk rajtunk a sor, mi is legyünk példák. Példák abban, hogy miként kell jó keresztényként, jó reformátusként élni. Mutassuk meg, mit jelent ez a mindennapokban, ha életünk meghatározó vezérfonala az ige. Mert a legjobb tanító mester mindig a jó példa. Tegyünk tanúbizonyságot hitünkről, gyakoroljuk református hagyományainkat, legyünk gyülekezetünk aktív tagjai. Mert saját magunk épülésén túl így példát mutatunk a következő nemzedéknek is, tehát felelősségünk kettős. A Sárospataki Református templom felújítása alatt az istentiszteleteket a Mudrányban, még az esküvőket a Rákóczi Múzeumban tartják majd meg. Várhatóan jövő szeptemberben vehetik majd igénybe a hívők ismét a templomot.
Viszmajor támogatás segítségével szeretné helyreállítani Sátoraljaújhely önkormányzata a köztemető megrongálódott támfalát. A kőfal az elmúlt napokban több helyen kidőlt. Ezen szakaszok eredeti állapotba való visszaállítását teszi lehetővé pozitív bélárat esetében a Viszmajor támogatás. A kőfal fennálló részeinek megerősítését pedig a város ellátó szervezet végzi majd el önkormányzati forrásból. Így néz ki jelenleg a köztemető főutca frontján található támfala. A kőfal több szakaszon kidőlt. Az elmúlt időszak erősen csapadékos időjárása okozta a fő gondot a megdőlésben, de az a tény sem hagyható figyelmen kívül, hogy a támfal már meglehetősen idős. A támfal önkormányzati tulajdonú, így a városnak lehetősége nyílik Viszmajor támogatást igénybe venni a károk enyhítésére. A balesetveszély elhárítását azonban már most elvégezték. A műszaki osztály és a városellátó szervezet kollégái ugye többször voltak itt a helyszínen, a közlekedésre veszélyes törmelékdalabokat eltávolították, ugye leválasztották egy ilyen kerítés félével a omladékot a közúttól. A Viszmajor pályázatnak a bejelentése megtörtént. Az elkövetkező napokban várható, hogy a megyei katasztrófa védelem, a helyi katasztrófa védelem és a kormányhivatal munkatársai közösen bejárást tartanak. Megvizsgálják, hogy jogos-e a kérelem az önkormányzatnak. Remélem szerint ez a vizsgálat jogos minősítéssel fog zárulni, és innentől indul el a Viszmajor pályázatnak a következő fázisa. Szeretnénk pályázati forrás nyerni arra, hogy ezt a támfalat helyreállíthassuk. A támfal ki nem dőlt, meg nem rongálódott szakaszainak megerősítése is megtörténik. Ezt a munkát a városellátó szervezet munkatársai végzik majd el az önkormányzat saját forrásának terhére. A Viszmajor pályázatoknak egy sajátossága, hogy csak a bekövetkezett káreseménynek az enyhítésére, az eredeti állapot helyreállítására szólhat. Tehát azok a részek, ahol mondjuk szemmel láthatóan úgy néz ki a támfal, hogy beavatkozást igényelne, ott ebből a forrásból, ha megítélik, akkor erre nem fogunk tudni költeni, de a városellátó szervezet már felmérte ezeket a szakaszokat, és ezt a pályázati forrásról függetlenül saját munkából, saját költségvetésünk terhére fogjuk elvégezni. Reményünk szerint így megerősödve kerülhet majd vissza a helyére a temetőnek a támfal, és bízunk benne, hogy az elkövetkező időszakban legalábbis ezen a szakaszon hasonló káresemény nem fog történni. A Viszmajor pályázat bírálatának hosszadalmassága miatt a köztemető támfalának helyreállítása egy kicsit még várat magára, hiszen amíg nem születik döntés, addig a munkálatok sem kezdődhetnek el. Ezért a város önkormányzata a munkálatok megkezdéséig a lakosság megértését és türelmét kéri. Kisgyermekkorban felismerni a tehetséget és fejleszteni azt nem könnyű feladat. A Hétszínvirág óvodában ennek módszerét már úgy kifejlesztették, hogy mint minősített referencia intézmény más óvodáknak adnak szakmai segítséget ebben. Legutóbb az újfehértói óvónők tekintették meg az óvodát, és kaptak segítséget a kis tehetség palánták neveléséhez. Óvodás korban 5 és 7 éves kor között megtalálni a tehetséget, és hogy ezt miben tudják kiteljesíteni, nem kis feladat. A Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág óvoda nevelés a művészetek eszközeivel programjában a tehetségsegítés az egyik kiemelt feladat. Ebben a Sátoraljaújhelyi intézmény ma már olyannyira elől jár, hogy minősített referencia intézményként, tehetségpontként más óvodák pedagógiai munkáját is segítik. Most újfehértói óvónőknek tartottak szakmai szemináriumot. Hogyan lehet a nevelőtestületet okosabbá tenni, hogyan lehet nekik lehetőséget biztosítani arra, hogy megerősödjenek azok a képességeik, amik már működnek, hogy érezzék azt, hogy ha összehasonlítják más bázisintézmény szakmai munkájával a sajátjukat, hogy... Most a nyelvi műhelyi új gyakorlatát mutatták be részletesen a szaktársaiknak az új helyi óvónők, de a módszert elkészítették a környezeti, zenei és testnevelési műhelyekre is. Videóanyagokkal, szakmai útmutatókkal, dokumentumokkal támogatják más óvodákat, hogy a jó gyakorlat mindenkié legyen. Éppen ebben az évben dolgozzuk fel a tehetséggondozó munkaközösséggel azokat a filmeket, amit tavaly készítettünk el.
minden tehetségterületen elkészült egy film, és ezt ebben az évben elemezzük ki, és amiről úgy gondoljuk, hogy megfelel a 30 órás komplex program kritériumainak, azt behelyezzük egy gyűjteménybe, egy óvodai jó gyakorlat gyűjteménybe, és ezt minden óvónéni megnézheti, és tanulhat belőle. Az óvónők, mint tehetségpont, bemutatták a csoportszobákat is, amelyek a nevelési területek alapján lettek berendezve. Kéthetes precíz munka eredményeként május 27-től már teljes nyári üzemmódban fogadja a vendégeket a Sárospataki strandfürdő. A héten kezdődött el a téli sátorfedés elbontása és a szükséges karbantartási munkálatok elvégzése, amelynek során van olyan alkalom, ahol egyszerre 35 ember összehangolt munkájára van szükség. Elkezdődött az átállás a nyári üzemmódra a Sárospataki termálfürdőben. Végadó fürdő munkatársai már nagy rutinnal végzik el ezt a feladatot, évente kétszer, tél kezdete előtt, valamint a nyári szezont megelőzően. A munkát természetesen azzal kezdik, hogy leüridik a fedett medencéket, alig egy nap alatt 840 köbméter vizet engednek le. A neheze viszont csak ezután következik. Természetesen mindent előbb ki kell innen pakolni, azokat, amik nyáron, illetve télen itt díszítik a környezetet, és hát hasznos eszközei a fürdőnek, például a napozóágyakat, különböző asztalokat, virágokat, dekorációkat. Majd miután ez megtörtént, akkor a műszaki tartalom átalakítása történik a bontásra, például a lámpasor lebontása, a lámpasor áramellátásának az elbontása. A legnehezebb feladat viszont magának a sátorfedésnek a leengedése és a raktárba szállítása. Ez a sátor ez három részből áll, és mielőtt elkezdenénk ezeket a részekre bontani, azelőtt le kell engedni a földre, illetve hát a medencébe. Majd miután ez megtörtént, akkor bontjuk elemeire ezt a sátrat igazából három részére. Ezt a saját dolgozóinkkal előkészítjük, hogy össze lehessen kisebb méretűre hajtani is, nyáron el tudjuk raktározni. Ebben a munkában már a kommunális szervezettel együttműködésben, mint egy 35 fő bevonásával tudunk hatékonyan együtt dolgozni, és így lehetséges az, hogy a medence a nyári szezonra nyitott legyen. Miután a fedés a raktárba kerül, kezdődhet a gépészeti elemek, a korlátok, a csempék vizsgálata, esetleges javítása, valamint nagy figyelmet szentelnek a medencét bevonó felület sértetlenségére is, különösen a fúvókák mentén. A tervek szerint május 27-től használható majd újra a tan és úszó medence a Sárospataki strandfürdőben. Híradónk végén nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Széphalom, Károlyfalva, Rudabányácska, 400 milliós csapadékvízelvezetési program kezdődhet az új helyi önkormányzat nyertes programjának eredményeként. Jól vizsgázott a mentőszolgálattal közösen működtetett orvosi ügyelet Sárospatakon. Felújítás előtti utolsó istentisztelet a pataki református templomban, 10 fiatal vett részt a konfirmáláson. Kedves nézőink, Önök a Zemplén Televízió híradóját látták, megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. További szép estét kívánok Önöknek. Viszontlátásra!